Sziasztok! Folytatjuk kalandozásainkat a qnap mint NVR, ugye a felügyeleti rendszer körül. És hát amúgy alkalommal megnézzük, hogy hogyan lehet akár te is, nagy testvér. Ugye a múltkori részben ezt már a végén egy kicsikét fölvezettem, volt egy ilyen kis fölszopó kontentje, hogy föltelepítettük ugye a QVR fészt. Hát én ezzel tegnap elég sokat játszottam, és leszűrtem némi tanulságot, úgyhogy azt gondolom, hogy rengeteg időt meg tudok ezzel spórolni, ha ezeket most elmondom, és most ezért aztán nem újra is forgatom ezt a videót. Elég sok mindenben belefutottam. Az egyik, hogy amikor ugye ezt a QR face föltelepítettük, ez még talán látszott az előző videó végében is, akkor ugye ezt a média playert ő szerette volna, hogy videó, de ugye írta, hogy licensz kell hozzá. Mert az első marha jó hír ebben a történetben, nem tudom innen most a licenszkezelőt hol találom meg, itt van a központ, de tulajdonképpen ehhez hát a Kuna oldalán kellett egy licenszet vásárolni, de ez ingyenes volt, és ezzel a basic licenszer ez gyönyörű szépen működik. Tehát tulajdonképpen eh, kell hozzá licenszet vásárolni, de nulla dollárba kerül. Tehát egy Kuna ID-vel ezt megcsináltam, és ez egy örökös, sose nem lejáró, soha nem lejáró licensz. Úgyhogy ez a fele megoldva a történetnek. Magát a programot, ha elindítjuk, nagyon érdekes volt, Hát én itt is belefutottam egyébként ilyen uh, anomáliákba, mert hogy uh, hát, amit itt láttok uh, a képernyő alján, hogy jelenleg ugye egy darab uh, Live Analytic Task licenszet lehet használni és 20 darab embert lehet fölvenni. Tehát magyarul uh, hát egy kamerát tudsz megfigyelni és 20 ember közül tudod kiválasztani. Tehát 20 embert föl tudsz vinni az adatbázisba és azok közül tudsz fölismerni a rendszer. Na most, a helyzet az, hogy én miután tegnap ezzel játszottam, nekem csod sikerült 2-3 taszkot is fölvinni, egyszerűen elkezdett tovább menni a számláló. Tehát lett egy per 1, 2 per 1, 3 per 1. Hát igazán amúgy a gépem erőforrásaihez gyengék. Tehát ugye ezt mondtam, hogy erre a programra a, a QR Face Tigert ajánlják, erre a nasra, ami nekem van. De teljesen jól elműködik rajta ez is. Kipróbáltam a tigert is, mert voltak problémáim, de majd elmondom, hogy ez miből adódott, de igazán a tigerrel sem kaptam látványosan rosszabb eredményt. És hát maguk a problémák, az tulajdonképpen a kamerák körül forog. Az a helyzet, hogy ez az arcfelismerés, hogy jó működjön, ahhoz bizony azért egész jó kameraképre van szükség, különben nagyon-nagyon közelről kell belemászni a kamerába, ahhoz, hogy fölismerjen téged a szerkezet, tehát így ki kell, hogy töltse a fejed szinte a képernyőt. És ez egy időben azt gondoltam, hogy valami probléma van, mert nem jól csináltam, így elkezdtem dolgozni, és akkor még több volt a fény odakint, napközben voltunk, és akkor jól működött, és aztán egyre rosszabbul működött, és a végén azt hittem, hogy nem működik, amíg rá nem jöttem, hogy ha nem állok a kamera arcába, akkor felismer. Tehát amikor egyébként itt szemmel láthatóan jó a kép, akkor az arcfelismerőnek már nem biztos. Tehát igazándiból hát vagy jó kamerákat kell venni, vagy jó fényeknek kell lennie, vagy mindkettőnek, tehát azért ezzel képbe kell lenni. Amúgy macerás dolog volt, mert én itt a ottani kamerával próbálkoztam, de ugye ez a laptop, ez a laptop ami nekem van, ami most nincsen itt valahol, az elég gyengúcka, tehát ugye ott a hardware a gyorsítás megette annak a laptopnak az erőforrásait úgyhogy ezt a gépet használtam inkább, aztán inkább távoli asztalai is játszottam erre a gépre, de macerás volt, úgyhogy most hoztam ide egy kamerát, és őt fogjuk erre a célra használni. Na, kamera, még egy dolog, ami tanulság volt, ezt itt meg is tudom mutatni, most lehúztam az egyik kamerát, mert négy darab poe csatlakozásom van, és ide van feldugva helyette ez a kamera, akit látunk itt, ehelyett és hát itt nagyon fontos dolog, H264. Tehát, hogyha felismerést akarunk használni, akkor a H265-ről le kell mondani, H265-tel nem működik. Jó, tehát H264, nagyjából ezek a tanulságok, de ezek fontos tanulságok voltak, különösen itt a kamera kérdése, tehát ha azt látod, hogy nem működik, akkor lehet, hogy csak bele kell állni a kamerába közvetlen közelről, és akkor el kell gondolkodni eszközcserén vagy megvilágítás változáson. Na, tehát, ahogy mondom, létre lehetett hozni, de furcsa volt egyébként, mert, mert az első alkalommal nem engedett két taszkot létrehozni, aztán utána meg már engedett többet, tehát nem tudom. De a hivatalos licensz az egy taszkot engedélyez, az 7 centség, és 20 darab A Ja igen, ezt most magyar? Át lehet váltani egyébként magyarra is, erről jut eszembe ez ugye ez eddig összes szoftvernél igaz, nem tudom azokat angolul vagy magyarul használtuk-e, most átváltjuk magyarra, bár én most angolul tekergettem, de majd azért csak rájövök, mi mit jelent. Nézzünk akkor lássunk akkor ennek neki, hozzunk létre egy feladatot. Na most egy feladatot létrehozunk, akkor két irányba kell elindulni. Az egyik, hogy hát vannak AI kamera, ez nekünk nincs, ez a harmadik irány. Az egyik lehetőség, hogy gyakorlatilag rögtön a kamerának az adatfolyamára csatlakozó, tehát kihagyod belőle ezt a, a Pro nevezetű Q-napos appot így akár meg is húzhatod, hogy használnod kell ilyen a QWA lapot, ha rögtön a kamera képet az alatt folyamod. Amennyiben egy ilyet csinálsz, akkor viszont itt is megadhatóak e, esemény URL-ek, e, amiket úgy tudsz egyébként készíteni, nem itt, hanem azt a szerver oldalon kell, a QWA próba magába, Ebbe kell, ugye itt vannak a kameráink. Akkor ezt most fölvettük, láttátok, és tulajdonképpen itt event rules létre kell hozni. És azért mondom el, mert nem ezt fogjuk csinálni. Csak hogyha valakit ez érdekelne, és event rules létrehoz, egy ilyen event trust létrehozol, egy ilyen rules-t létrehozó, akkor gyakorlatilag uh, itt létrehozhatsz eseményt, és van egy ilyen, hogy link uh, event itt van, event URL, és gyakorlatilag itt uh, adhatsz egy forrásnevet, és itt kapni fogsz a végén egy URL-t. Tehát tulajdonképpen ezekkel az URL-ekkel behivatkozva tudsz eseményeket generálni a QVL próba is. Jó? Akkor is, hogyha nem őt választottad ki. De most őt fogjuk kiválasztani, tehát ez volt a lényeg. Minden egyéb szempontból tök ugyanúgy működik, tehát ugyanazok a választási lehetőségek vannak, úgyhogy rögtön a QVR-be tegyük, és ennek ugye az a nagy előnye, hogy az a kliensben is meg fog jelenni. Tehát utána a kliensben tudod használni az arcfelismerést, nem kell bejönnöd a nasra. Oké? Okay? Na, tehát ez most lehet, hogy kicsit bonyolult volt, de majd meglátod, nem olyan bonyolult. Adjunk a feladatnak egy nevet, azt mondjuk, hogy másod. Sora, ami valójában sokat szóra, csak másodszorra futunk neki a videónak. <laughs> Elküzdöttem ezzel vele, és akkor nézzük. Végső, ez ugye voltak itt tesztek. Most itt igénybe lehet venni e itt egyéb e forrásokat is, amik feldolgozzák ugye a képeket, de ha csak CPU-t választunk, akkor azt mondhatjuk, hogy nem kerülnek innen az információk semmilyen formában a gépünkről. És hát van egy ilyen általános, és van egy szigorúbb. Én mindig azt mondom, hogy válaszuk ki a szigorúbbat. És hát, hogy, ahogy mondtam, például a, a, a Tigerben, Tigerben nem volt maszk érzékelés. Itt van, tehát képes arra, hogy a, maszkviselését azt érzékelje, hogyha nincsen maszkviselés, vagy nem szabályos. Jelenleg ez nem akut probléma, reméljük nem is lesz, de hát bekapcsoljuk most, hogy erre is képes legyen. Az életkor kicsit nagyvonul érzékeli az érzelmeket szintén, de maga az ember felismerés az elég jól működik. Kiválasztjuk, hogy miket, mikre legyen ez alkalmas, és nyomjunk egy továbbot. Na most, hogyha a helyi gépen fut ugye a QVL pro akkor tulajdonképpen megnyomjuk, hogy helyi, hiszen a QVL Pro futhat egy másik eszközön is akár. Itt most helyit nyomunk, és hát be kéne jelentkeznünk, én ja, most be fogunk ide jelentkezni. A szokásos muzasi felhasználóval is mindjárt visszatérek. Bepötyintettem a jelszót, nyomjunk egyet továbbra. És hát itt vannak a kameráink ugye ez ki van húzva, helyett van ugye most ő. Kiválasztjuk ezt a kamerát, hogy ezt a kamerát szeretnénk használni. Tehát oké, okay, hogy a QVR pro keresztül, de őról van szó. És gyakorlatilag, ha egy újabb ilyen feladatot hozunk létre, azt egy másik lát tudjuk venni. Majd mindjárt meglátjuk, most kíváncsiak a liszenzszámláló, hogy fog mozdulni. Oké, okay, ez készen is lett, látjátok, most azt állítja, hogy 1 per 2, 2-t hozhatnék létre, és tulajdonképpen én már itt léte is hozhatok uh, ruled, illetve hát egy újabb eseményt is hozzáadhatok, ezt most nem akarok újabb eseményt hozzáadni, a CPU használat az felugrott az egekbe, úgy ez a gép közön ezer más dolgot is csinál, tehát <laughs> oké. Okay és hát reméljük, hogy csak itt van így befagyva a kép, ő igen, itt még vagyok, némileg megkésve itt vagyok, ugye ez a kamera, amiről beszélünk, őróla van szó. Ővele fogunk játszani. Rendben, uh, hozhatunk létre esemény szabályt, az esemény szabály az fogja jelenteni, hogy a QVR próba, és ezen keresztül a kliensben eseményeket hoz létre. Uh, jó, de ezt ráérünk később is. Először nézzünk, hogy hát embert ö, hogyan lehet létrehozni. Ugye, akit fölismer a rendszer, és föl tudja ismerni. Hát az emberek létrehozására egyrészt van valami fajta bin ö, file, ez gondolom, ami saját formátum, amit lehet használni, aztán föl lehet tölteni ö, CVS fájba fényképekkel emberek listáját, illetve kézzel is létre lehet hozni profilt, válasszuk ezt. És hát tulajdonképpen itt ö, hozzáadhatjuk a, a képét az illetőnek, aminek több útja módja van. Az egyik, hogy Ténylegesen fényképeket adunk hozzá az illetőről, tehát ezt is megtetjük, hogy fényképeket adunk hozzá, akár webkameráról, akár kitallózzuk a dolgot, de olyat is tud, és ezért, hogy itt van a kamera, mert nem kell rohangászni. Ezt például nem lehet megoldani úgy, hogy ott a kamera, és beállok elé, mert az élő elemzési folyamatból vesz ki képet, és az itt kell lenni előtte, és itt vagyunk a kamera előtt. Nagyjából a két szemünket, órunkat, szánkat azt így látnia kell, hogy ez jól működjön, és így elkezdünk erre rápötyögni. Belenézek, egy picit azért mozgatok a fejemen. Mennyi van még? Ennyi. Nyomok egy alkalmazt, és meglátjuk, hogy ebből mennyi lett jó kép. Három zöld. Ha nem jó a kép, akkor pirossal szokta jelölni. Igyekezni kell minél több képet fölvenni. Nem tudom, mennyit enged pontosan, de egy pár darab után már többet nem enged. Bejövök ide közelre is. Ó, oh, most valamire rányomtam, amire nem kellett volna. Ah, Á! kezdjük előről. Tehát azt mondjuk vége, az alkalmazra nyomtam, ahelyett, hogy képet nyomtam volna. Most nyomok egyet az alkalmazra. Megjelentek a képek, majd még fogunk ide fölvenni akkor embereket, mert csak 3, 0, 7, ez lesz az azonosító, ez ugye bármi lehetne gyakorlatilag, a név az legyen Bond, a leírás az 0, és hát természetesen favorite tesszük magunkat, ezzel fölvettük a, a, ezt az embert az ismerősök közé, de ahogy mondom, ezt tulajdonképpen fényképből is mehetett volna, és ehhez még akkor amennyi képet tudunk, azt vegyünk még föl, szintén élő emlési folyamatból. Lehetne fényképből is egyébként, de. És már megint a nyomorult alkalmaz gombra kattintok, csak nehéz, hogy a kamerába bámulok, és közben itt a kamera ikora a ikora kéne. Jó, megnézzük, hogy ebből mennyi lett sikeres. Na, én azért azt gondolom, hogy ennyi képpel bátran neki lehet indulni ennek a történetnek. Valószínűleg jó, jó, jóval fog -e ez működni. Látjátok, itt mutatja, és piros lenne, hogyha nem jó egy kép. Megpróbáltak esetleg egy nem jó képet csinálni még. Ez néha előfordul, hogy nem jön be az elemzési folyamat, így van. Nyomjunk egy ilyet, mondjuk. És próbáljunk egy ilyet. Hát, ha találunk egy rosszat végre. Így van, látjátok, ez pirosra jelezt, hogy ez nem jó. Ezt kiszedjük, maradtak a zöldek, alkalmaz. Innentől fogva jó eséllyel meg fog minket ismerni a rendszer, eh, amit meg is tudunk nézni, ha az én analitikára rákattintunk, és megnézzük a folyamatot, eh, és ötödike van, ezek, ezek, ezek már maiak, igen, ezek már itt észlelt minket tulajdonképpen. Látjátok? Azt mondja, hogy 20 és 45 között vagyok. Hát ez sajnos nem nyert, mert 49 vagyok. Semleges az érzelem, és helytelenül viseli a maszkot, mert be van, ugye át is állt, hogy a maszkot figyelje. Dühös. Látjátok, ott volt, hogy dühös. Kicsit késik. Boldog ott van. Oké, tehát hogy tulajdonképpen ez engem fölismert, és ha valaki más teszünk oda, azt meg nem fogja fölismerni. Erről majd mindjárt küldetünk vele riasztást. Na, csattanjunk akkor vissza ide az áttekintéshez, hát azért a CPU hajtja a belét a CPU-nak, rendesen ez a történet, és akkor hozzunk létre ilyen szabályt. Oké, azt mondja, esemény neve, ismeret, le, mondjuk, legyen ez az esemény neve, és akkor egy nagyon egyszerű szabályt hozunk, a nem regisztrált embereknél kapunk egy riasztást. Ugye arra is lehet, hogy nem visel maszkot például, nem regisztrált embereknél kapunk egy riasztást, és a tulajdonképpen ugye ezek a riasztások, ezek a kliensben láthatóak, méghozzá, hogyha itt rányomunk el, akkor itt fognak, eh, itt fogjuk megkapni ezeket a riasztásokat. Hát ugye jó eséllyel most eh, érán nem fogja kiírni, hogy eh, ismeretlen vagyok. Ja, most nincs még bekapcsoló itt az arcfelismerésnek a mutatása, de például nézzünk egy ismeretlen embert vele, és akkor itt várjuk, hogy megjöjjön rá a riasztás. Feltéve, hogyha sikerül átverni. Hopp, látjátok? Meg is jött, ott van, ismeretlen, Másodszor esemény, küldte az ismeretlen nevezető riasztást, hiszen nem tudta, hogy ki az, aki ott a képernyőn van, ez elég komoly hiba egyébként. Szerintem a legjobb bond. Rendben, tehát így működnek ezek a riasztások, és hát itt megmutatom még, hogy milyen, milyen szabályokat lehetne létrehozni. Ugye ezt akár lehet ugye a maszkviselésre is egy ilyen szabályt hozni, hogy akkor azt mondjuk, hogy akkor nem ez hanem mondjuk maszk, vagy pedig azt mondjuk, hogy ha valamelyik regisztrált ember megjelenik, akkor kapjunk egy riasztást, adott esetben, hogyha mondjuk látja bondot, és mondjuk látja valamelyik csoportot, mondjuk a kedvenc csoportot, jön egy riasztást, tehát akár mindegyiket be lehet kapcsolni, tehát csak ugye akkor majd meglátjuk, hogy melyik feltétel alapján érkezik meg a szöveg a, a, a riasztásnak, de tulajdonképpen, hát majd ha észrevesz minket, ott van, kaptunk, így van. Ugye a neve az most megmaradt az ismeretlen, azt nem írtuk át a szabálynak, de gyakorlatilag, hát ugye egy detektált minket, úgyhogy ezt, ezért kaptuk erről ezt az értesítést. Jó. És ugye adott esetben oda is lehet menni, ahhoz az eseményhez. Például erre, hogy a kíváncsi, megjelent egy ismeretlen ember, minkor inkább ez látványosabb, megjelent egy ismeretlen ember ugye a, a, rendszerünkben, akkor rá tudunk kattintani, hogy ki a tök ez az ismeretlen ember, és akkor rákattintunk, és odaérkeztünk, és mutatja, hát itt most rajtam kívül más nincs, tehát nem tudtam így ezen kívül másképp ismeretlen embert csinálni, de így tudtam. Látjátok itt átváltott lejátszásra. Úgyhogy tulajdonképpen ez az egész arcfelismerés ez integrálódik a, a QVL pro és ezen keresztül a QVL Pro kliensbe. És hogy visszakattintok élőbe, akkor itt magában a, a QVL kliensben is egyébként, mert ugye látjátok, most nem így aki sehol, hogy, hogy én lennék, viszont ha itt bekapcsolom, hogy AI, és beenged, engedézem az arcfelismerést, akkor hát innentől fogva, hát egyrészt kapni fogom az eseményeket, másrészt mutatni fogja ebben a programban is, ugye, hogy hát én vagyok én. Tehát ki fogja írni oldalt az eseményeknél, hogy hát én vagyok én, látjátok? És akkor ugyanúgy bármelyik eseményre kattintva, ahol én megjelentem ebben a kamerarendszerben, rákattintva oda fog menni abban a pillanatban. 28-nak nézte a mázlista. Látjátok, és akkor oda lehet menni, mondjuk. Oda ugrik, és akkor elkezdi lejátszani. Íme. Jó, de ez itt tud menni élőben, tehát ez így, gyakorlatilag akkor itt folyamatosan itt is lehet látni a, a, a kezelőasztalon az ott esetben, hogyha mondjuk jön, megy több ember, akkor lehet nézegetni, hogy hát, hogy kik ezek. Ugye ha eseményt pedig nem rendelünk rá, most azért ömlik ide be oldalt, mert ugye ezek az események, ezek viszont ugye innen jönnek. Tehát ezeket az eseményeket, hogyha megszüntetjük, akkor gyakorlatilag egy mozdulattal ki lehet törölni, láthatok több szabályt is föl lehet venni, akkor innentől fogva... Hát itt már nem fognak öblenni az események. Na most így ugye keresni is lehet, ezt ki is kapcsolhatjuk, hogy nem kell nekünk ilyesmi, és keresni is lehet egyébként, ugye, és azt mondjuk neki, hogy akkor keresünk, és hát névre, képre is lehet keresni az arcfelismerésnél, ugye képnél föl lehet tölteni egy képet, és akkor az adott kép alapján megtalál valakit. Hát nem tudom, tegnap készítettem egy képet, de azt szerintem, pillanat, nézzük meg, itt találtam egy régebbi képet, ez nem biztos, hogy, hogy fog sikerülni, hiszen messze nem ideális ez a kép, ezt nem próbáltam ki tegnap, de most fogjuk, és fú, ez elég gyatra minőség is. Hát, ha innen megtalál minket, akkor csodálkozni fogok. <laughs> De nézzük meg, innen én is ismerném föl magamat. Tehát ugye ez a képekben van valahol, oké. Okay. Mert ugye itt a keresésben ugye lehet névvel is keresni. Tehát beírom azt, hogy, hogy hogy Bond. Akkor az összes olyat, ahol megjelent a Bond, aki jelenleg most én vagyok, azt mutatni fogja. Látjátok, itt szépen kidobáltam. És akkor ezekre ugyanúgy rá lehet kattintani, ha kell valamelyik, megnézheted, hogy ez a bont hol jelent meg a rendszerben, és akkor oda kattintasz. Tehát ez teljesen jól működik. Nézzük meg, hogy egy ilyen gyatra fényképet próbálunk feltölteni a keresésben. Ezt, ezt tényleg nem próbáltam, úgyhogy ez most mindannyiunk fő próbálja. Nyomjunk rá a keresésre. Aztán, hogyha ez nem működik, akkor azért becsületesebb leszek, egy jobb képet fogunk neki keresni. <laughs> Hiszen ez sem nézetben nem ideális, sem képminőségben semmiben nem ideális ez a kép. Itt van. Ha innen fölismert, nagyon csodálkozni fogok. Célszemély. Hú. Azt hittem, sikerül neki. Hasonlóság 70 Fölismerte, baszki. Fölismerte, hogy, hogy lehet, hogy én vagyok az. Igen, bizony, én vagyok az, és akkor innen már meg fogja találni. Basz meg. Az meg, ez kemény. <laughs> Tudj, most ab abból indulunk ki, hogy ez egy otthoni eszköz, tehát igazániból ilyen lehet. Könnyű Hát ahhoz képest ez meglepően jól működik. És hát azt mondja, hogy 20-45. Jó, oké. Na, hát most azért sokkal zökkenőmentesebb volt ez a videó, mint ahogy ismerkedtem vele tegnap. Sok mindenben érz, beszívattam magam, de nagy előny itt van a kamera is a közelben. Úgyhogy hát tulajdonképpen ez így működik ez az arcfelismerés, és ugye ez, ez a licensz, ez benne van a rendszerben, és ez ingyenes. Tehát ez a 1 per 20, az 7 hogy ingyen jár. Hogy itt most többi eseményen mi van, hogy meddig lehet létrehozni érő analitikát, az egy jó kérdés. Jó, ugye a jelentésbe belekattintunk, itt le lehet kérdezni eseményeket, ugye kit hány alkalommal uh, ismételt, meg ugye ez még az volt, amikor nem regisztráltam be magamat, ugye, uh, és naplókat is természetesen le lehet kérni, és akkor innentől fogva itt látszik az adott illető, még hogy milyen hangulattal volt. De ezek már tegnapi események, tegnapi logok itt maradtak. Hát így működik kb. Ez az arcfelismerés. Jó móka volt. Ezek után nem ígérek semmit, de meg fogjuk nézni a következő részben, hogyha licensz nélkül működik. Ezek a licenszek, ezek tényleg nekem zavarosak. Ugye ez a keresés, amiről meséltem. Ennek nincs még föltelepítő az apja, de majd a következő részben megnézzük. Ugye ez az App a a mm, megfigyelés, és itt található QVR Smart Search nevezetű. Itt ugye a vásárlást írt ki, de tudjátok, mit ezt megnézzük, mert ez nem jelent semmit, hiszen licensz vásárlást írt ki ahhoz a, 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 a média playerhez is, és gyakorlatilag ingyenes licencet tudtam kapni hozzá, mindjárt megnézzük. Hát azért ez, ez úgy tűnik, hogy 29 29,9 dollár. Ez, ez kellemetlen. Megpróbálok liszenzet szerezni hozzá. Én most nem szívesen köögném ki ezt a 30 dollárt. Arra, hogy kipróbáljunk valamit. Akkor, ha sikerül liszenzet szereznem, még jelentkezem egy résszel. Ha nem sikerül, akkor nem jelentkezem. Sziasztok!